Várjatok, én mindjárt megyek, egy perc. A BKV villamos és HÉV hálózatán 1996. novemberi megszüntetéséig aktív teherszállítás folyt. Ez a film már a vége felé a Hattyúdalban készült. A villamosnál az egyik utolsó szállítópartner a Margit körúton lévő GANZ villamossági műek volt, ahova trafókat szállítottak be javításra, illetve kéztrafókat szállítottak vissza a déli pályaudvarra. Ezen a rövid szakaszon a déli pályaudvar és a Margit körút GANZ villamossági művek között akkoriban azért elég gyakori volt a teherszállítás. A filmen egy ilyen menetet kísérünk végig. Itt éppen azt látjuk, ahogy a déli pályaudvar BKV elnevezésű vágányain, amelyek fölött villamos feszültségű felső vezeték feszült akkor még, azaz 600 volt benne, a két mozdony arrébb állítja azt a transformátort, amit majd el kell vinni a GANZ-ba, azért, hogy a GANZ-ból érkező trafót rögtön az induló vágányra tudják majd betolni. Így elmondva talán bonyolultnak tűnik ez a művelet, mégis végtelenül egyszerű. Az a lényeg, hogy szabad legyen az a vágány, amire majd a GANZ-ból érkező trafót be fogják tolni, és utána viszik majd csak el a GANZ-ba ezt a trafót, hiszen a GANZ-gyárban egyszerre csak egy ilyet tudtak fogadni. Akkor már legalábbis így volt. Ha esetleg valaki térben nem tudja elhelyezni, hogy hol is járunk pontosan, jobbra ez a kerítés az, ami a 12. vágány peronja melletti kerítés. Gyakorlatilag tőlünk jobbra egy olyan 5 méterre ott van déli pályaudvar 12. vágánya. Pedig már a két mozdony jön ki a déli pályaudvarról az Alkotás utcára, hogy aztán a Moszkva tér, ma a Szél-Kálmán téren keresztül a Margit körúton a GANZ-gyárba elmenjen a transformátorért. Éjfél körül jár az idő, az utolsó villamosok még szépirul a kocsiszín felé veszik az irányt, csak utána mehet ki a menet a villamoshálózatra, ha minden forgalmi villamos
már elhaladt. Itt még mindig a trafószállító kocsi rendezgetése zajlik, hogy ne legyen útba. Valószínűleg volt egy kis hiba a rendszerben. A BKV Smukinak pedig ezen a napon semmi más dolga nem volt, mint a BKV személyzetet szállította a fedezésekhez és egyéb segédletekhez. Lesz majd olyan videó is, ahol viszont konkrétan a Mukik cibálják a trafókocsit. Ugye elment az utolsó villamos, és a Mukit követve jön a két mávos mozdony. Itt épp a Moszkva téren haladnak keresztül. Jól látható a képen, hogy akkoriban erre közlekedő viszonylat nem lévén, a Krisztina körút és a Margit körút között vágánykapcsolaton a Moszkva téren csak az egyik vágány volt szabad, járható. Másikra egy mobilizálható vágányzáró szerkezetet helyeztek, amit a szállítások idejére eltávolítottak. A filmen látható M44-519-es bobót egyébként 1970. július 31-én vette állagba a MÁV, és 2002. március 28-án selejtezték. Azaz ekkor törölték az állományból. Mozdony léptékben nevetségesen kevés 32 év jutott csak neki. Balra a képen a pályaszakszolgálat ifája látható, akik minden ilyen szállításhoz külön-külön kijöttek, hogy a Ganzba vezető vágánynak az úgynevezett idom keresztezését átalakítsák a Ganzba vezető iránynak megfelelően folyamatosra. Ez azért kellett, hogy a nagykörúton közlekedő villamosok ne koptassák azt rommá a napi üzemszinten. Egyébként ezekre a szállításokra azért volt lehetőség éjjel, mert 1989. szeptember 1-től 2010-ig a Nagykörúton éjszaka nem járt villamos. Kizárólag a 6-os éjszakai autóbusz. Mondani neked. Hangot is vesz? Persze. Na, nem vagyok. Akkor francnak nem szólsz, hogy kofázok. A Ganzból a Dacia még egyedül húzta ki a trafó szállítmányt, a déli pályaudvarra viszont az emelkedési viszonyok miatt már két mozdony cibálta be.
Bobor állt a szerelvény elejére, előről húzza, a Dacia hátulról tolja, és irány a déli pályaudvar. Persze azért száguldozásról szó sem lehet, bár a speciális trafószállító kocsi sok tengelyes, azért a villamos pályahálózat mégsem ilyen terhelésre van méretezve. Úgyhogy ésszel. Moszkva téren, azaz a mai Szélkálmán téren halad át a trafószállító szerelvény az akkori 61-es villamos végállomásán. Pedig a Krisztina körút Attila út kereszteződésénél haladnak a déli pályaudvar felé. Még gyalog sem volt őket nagyon vészes követni, lassan mentek és gyakran meg is álltak. Itt pedig az utolsó métereket bemosszolják a trafószállítmányt a déli pályaudvar BKV vágányaira, ahonnan már rendes nagyvasúti szállítással jut el a célállomásra. Jól látható, hogy a menetet nem kis biztosítással közlekedtették. Ott volt a BKV nagy segély, a forgalmi zavar elhárítás, a pályaszakszolgálat és még a teherszállítás mukija is. De flottó ment és nem volt probléma.
Szintén a Krisztina körút Attila út sarkán járunk, és a gazbaszán trafót cibálja fel a két mozdony, ezúttal a másik vágányon. Margit körút, ahogy a mai szemnek már borzasztóan furcsa lehet, mávos dízelmozdonyokkal és trafószállító kocsival, ja, és hatos éjszakai autóbusszal. Közben a pályaszakszolgálat az idom keresztezést megint a kitérőjének megfelelően átalakította, és már lehet is betolni a gaznak szánt transformátort. Egyébként ez a trafó javításra érkezett, és pár nap múlva, amint az kész volt, vitték is vissza. Az jól látható, hogy egy ilyen teherszállítás rengeteg embernek adott munkát, rengeteg ember összehangolt munkája volt szükséges ahhoz, hogy minden flottul menjen. De ugyanakkor anyagilag megérte, jövedelmező volt, és amíg 1996. novemberében rendeletileg be nem szüntették, mind a villamos, mind a hévhálózaton, nagyon jól üzemelt. Igaz, hogy a 90-es években azért elég jelentősen megcsappant a fuvaroztatók száma, de azért akadt volna olyan bőven, aki 96 után is fuvaroztatott volna a BKV hálózaton, csak sajnos nem kapott rá lehetőséget. Egy korszak végérvényesen lezárult 96 őszén.
Ma már nem csak a BKV hálózatán végzett áruszállítás, vagy a filmen szereplő dízelmozdonyok vesztek a múlt homályába. Maga az épület is, ahova betolják ezeket a trafókat, vagy ahonnan kihozták ezeket a trafókat, már régesség nincs helyét, egészen más vette át. Ahogy a két dízelmozdony áthaladt az Idom keresztezésen, a BKV pályaszakszag alatt azonnal nekiállt azt visszaállítani egyenes irányban, ahogy majd a villamosok reggel használni fogják. A világ egyébként nagyot változott. Ma már elképzelhetetlen lenne, hogy este-éjjel dízelmozdonyok zörögjenek a Margit körúton. El sem tudnám képzelni, hogy hány lakossági panasz bejelentés érkezne, hogy azonnal szüntessék be, mert zavarja az itt élők nyugalmát. Akkoriban ez megszokott volt, és senkit nem zavart. Vagy ha zavart is, annak nem volt nagy hangja, eltűrte. Pedig az azért hallható, hogy a két dízelmozdony nem kis hangorkánnal haladt keresztül a városon. Mégis akkoriban ez megszokott volt. Ennyit felhagytok, nem vissza valamit! Az egész tilitoli alig 2,5 óra alatt lezajlott, pedig látható, oda és vissza útban is volt trafó, amit szállítani kellett, mégis flottul és gyorsan megoldották.